Hatalmas táblák hirdetik, hogy a bolt laktanya helyén hamarosan tudásközpont épül Szekszárdon. A Modern Városok Program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap majd helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és levéltár. Ezen kívül előadó, oktató, kiállító termeket is kialakítanak benne. Azt, hogy pontosan hogy fog majd kinézni a tudásközpont, hány szinten és hol foglal el majd helyet benne a könyvtár, mennyi parkolóhely lesz és hol lehet majd bemenni, mindez megtudható méghozzá egy kiállításnak köszönhetően, amit a szekszárdi Garai téren lehet megtekinteni. A könyvtár igazgatója azt mondja, az épületben helyet kapó világos nagy terek a könyvtári szolgáltatásoknak kedveznek majd. Ennek az épületnek vannak közös használatú terei, a levéltárral közösen használatú terei, ebben van egy 200 fős nagy előadóterem, egy 50 fős multifunkcionális terem, két 10 fős oktatóterem, kávézó, büfé, egy könyvesbolt, tehát számos olyan dolog, amitől az egésznek lesz egy ilyen, hát hogy nem rossz ez a szó, hogy pláza hangulata, tehát lehet benne jól érezni magát az embernek. Generációk nőttek úgy föl, hogy csak akkor láttak normálisan működő könyvtár épületet, hogyha elmentek Szekszárdról. Ez a könyvtár, amiben most működünk, 1960-ban került átadásra. Az 50-es évek kultúrpolitikájának a szelleme van az épület terveiben. Egy teljesen más felfogású épület, mint amit egyébként ma már a világ akar. Úgy szoktam mondani, hogy inkább egy raktár, mint egy közösségi tér. Közösségi terekre van szükség, olyan nyílt terekre, ahol sokféle szolgáltatással lehet működni. A könyvtáraknak a 21. században egyik legfontosabb feladata, hogy a könyves kultúra segítségével valóságos jó közösségeket tudjanak maguk körül teremteni. Ehhez kell egy jó épület. Megérkezett a forrás, a tervek elkészültek, és hamarosan a kivitelező is kiválasztásra kerül, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Az, hogy ilyen hosszú ideig tartott a tervezés, annak is megvan az oka, hiszen az építész alkotó műhely, amely egy szekszárdi tervező iroda egyébként, határidőre elkészítette tavaly nyáron a terveket, de azt kértem, hogy minden egyes szegmensében ellenőrizzük le, egyeztessük le ezeket a terveket, hiszen nem egy-két évre, hanem évtizedekre kell, hogy létrejön ez az épület, gondolni kell arra, hogy itt a levéltárnak van egy tárolási kötelezettsége hosszú évtizedekre előre, a könyvtárnak is meg kell oldani egy tárolási kötelezettségeit, tehát mindent leegyeztetek. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú megoldás született, építészeti szempontból is egy központi hely lesz a városnak, és meghatározó épület lesz a városnak, már csak a tömegénél fogva is, ez teljesen új funkciókat tesz lehetővé majd. 5700-6000 négyzetméteren épül meg az új épület, a nagyobb része lesz a könyvtár, a kisebb a levétel, és ami legalább ennyire fontos, hogy egy új közösségi tér fog majd a kettő között kialakulni, mely alkalmas lesz közösségi programok, különböző filmvetítések, oktatások bonyolítására és befogadására, szervezésére. Azt tapasztaljuk itt Szekszárdon, hogy ezekre a közös programok, közösségi programokra megvan az igény. Ács Rezső szerint a megyeszékhely szerepét erősíti majd a tudásközpont, csak úgy, mint a többi Modern Városok Program forrásaiból megvalósuló beruházás.